Üdvözletem és a legjobbakat! A mai videómban a Kamu hónap keretén belül egy érdekesség kerül bemutatásra, mégpedig lenne más, mint sem Conversion Super Warcraft Original Style Two Forms a Sinlexuan Toy Store. Igen, igen. Szóval, amin látható, nem egy kis figurával van dolgunk, akár a csomagolását, akár a figurát tekintve, de ahogy láthatjuk, maga a figura megjelenését és milyenségét tekintve taggathatatlanul Transformers üstökös, azaz Starscream karakterére hasonlít, hogy mennyire arra természetesen kitérünk a videó során. Szóval igen, jó nagy doboz. Igen, de maga a figura sem kicsi, tehát legalább egy arasznyi, szóval legalább a Voyager mért kategóriás súrolja, de ezt leszámítva a doboz még így is nagy, bár ez szokása a kínai figuráknak, lévén a csomagolás olcsóbb, mint a figura, így hogyha nagyobb csomagolásba teszik, talán jobban eladhatják, és hogy az illusztráció mutatja, hát én bizony ezt a figurát megvettem, szóval valamilyen szinten elérte a célját. Nos, ne is beszéljünk ennyit mellé, hanem elővéve a kis bicskámat, nézzük is meg a csomag tartalmát. És ahogy forgattam az előbb a dobozt, észrevettem, hogy ezen az oldalon van a figurának a leírása, tehát innen fogjuk kinyitni, melyről már is előbukkan a kis leírás, és visszahagyjuk ezt a részt, kiemeljük a kis ollót, mert hogy erre szükségünk lesz, és kihúzzuk a figurát ebből az igencsak nagy csomagolásából. Így. Ne, meg is indult. Ki is jött, közben eldönti a doboz a mellette lévő dolgokat. A doboz félre is teszem, lévén más, megnézem. Így, ne. Lévén más, nincs benne. Én mutatom, tehát a doboz így figurát kivéve klassz hátteret biztosít, de nincs benne semmi extra, és a háttér a csomagolás része, szóval ebben sem mehetünk ki. És íme itt van előttünk Warcraft Warrior, vagy pontosabban Super Warcraft. Igen, akkor maradjon csak a Warcraftnál. Nos, menjünk egy kicsit közelebb hozzá, így. És szedjük is ki őkemét a csomagolásának börtönéből, melyben, ha jól látom, csupán ez az egy köszök rögzítette, illetve a kis rögzítő igen, csak egy van rajta, viszont bele van öntve, vákumozva ebbe, szóval innen ki kell fejtenem őkelmét, remélhetőleg egy darabban sikerül. Kamu figuráknál ez mindig kérdéses, jó kis zörgés, csörgés, és ki is jött. Kis gyári kosz van rajta rögtön, nem tudom, mennyire látszódik. Belül nyami. De ezt leszámítva, a figura kézbevételre, kézbevéve érzetre nem rossz. Tehát nem az a kis laza műanyag, hanem egy masszívabb valami. Tegyük is félre, vegyük ki a másik két fegyverét. Egyik, másik, itt a jó nagy csomagolásból. Égni. Jó hangos, gondolom a fülhallgatóval hallgató kedves kis nézők örülnek az ilyen hangoknak. Mert hogy persze az ember megteheti, és ahogy láttam a csomagoláson feltüntetve, a fegyvereket már is behelyezzük az egyik, illetve másik hátán lévő kis csatlakozó egyikébe. És igen, íme itt van előttünk, nézzük csak még egyszer a nevét, Warcraft. Warcraft, ez nem egy rossz név. Warcraft. Igen, emésszük, nézzük, és igen, szóval így kézbe véve, megnézve a figurát, zömök, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy még nem győzött meg, hogy megérte el az árát, mert az egy kicsit be kell járassuk, de így első tapintásra nem rossz, tehát nem égeti a kezemet a műanyag, látom, hogy még térde is van a figurának, mozog a lábfeje is, szóval összességében eddig nem rossz, volt már százszor rossz a figura a kezemben. Igen, igen. A képernyőben való tartás véget, visszahajtam a fegyvereket, csak hogy egy kicsit kisebb képbe belekerülhess a figura, így. Né? És nézzük meg az ő méreteit, kedvenc LEGO emberkém és LEGO technik emberkém kell, kiket egyértelműen, szinte hihetetlen módon felülmúl a maga mienségében, meglepően magas,
félretéve őket, képbe hozom kedvenc hőstoámot is, mert hogy időnként ő is megjelenik a csatornán, és láthatjuk, hogy hozzá képest kb. A mellkasáig ér. Nos, félretéve a mérő emberkéinket, nézzük meg kedvenc mérőmanunkkal, hogy mekkora is őkelme valójában. Nos, magasságát tekintve Warcraft 19 cm magasságú, váltól válik, vagy bocsánat, szánytól szárnyik, 18 és fél, hát inkább 19 cm-es, váltól válik pedig 11 cm-es, mélységét tekintve pedig a figura, lássuk csak, fegyverek nélkül 6 és fél, fegyverekkel pedig 8 és fél cm-es. Igen, igen. Nos, még egy méretarányt akarok hasonlítani hozzá, mégpedig lent nem mással, mint sem egy szintúj K.O. figurával, akit a csatornán már korábban mutattam, nem más, mint sem Machine Toys Red Baron, ki a talán a Combiner Wars Legends Star Wars-nak a mása, de ahogy láthatjuk, a két figura egy igazán hasonló öntvényen alapszik, tehát azért látszik, hogy mi honnan vette az alapját, de azért azt is látszik, hogy egy-két helyen azért ez a figura is módosítva van, hogy ne egy az egyes másolata legyen a másiknak. Itt leginkább a hátulján látszik, illetve, hogy itt a lábánál másképp nem lehet ezt így visszaállítani a kis farok szárnyakat, hanem csak épp, hogy így. De ezt leszámítva azért egyáltalán nem egy rossz valami. Attól vesszük, hogy mivel is van dolgunk. Nos, miután én megnéztük, kiveszem a kezéből a két nagy puskáját, hiába hordozta ilyen sokáig, most kiveszem, és igen, miért még valaki kérdezi, a két fegyver egy az egybe ugyanaz, tehát semmi eltérés nincs köztük, csak a színük más egy kicsit. Igen, nos, kivéve a fegyvereket, megnézhetjük a figurát közelebbről, egy kis pillantást a felére, így, né, kamerát, lámpát fénybehozva, és tulajdonképpen nem is annyira Starscream feje van, hasonlít rá, tehát itt van az alapöntvény, ugye az öntvény jellege, de eltér annyira, hogy azt mondhassuk rá, hogy ő a saját kis figurája a maga mienségében. Szárnyait itt hátra tudjuk hajtani, egy kicsit más megjelenés véget, így né. És most térjünk rá a figura mozgathatóságára, ha már itt a szárnyakkal elkezdtük. Fejét képes, és körbe tudja fordítani, rendkívül bátor módon, keze képes és oldalra így megy, körbe, így megy, értelemszerűen megakadályozza a szárny, alkarját tekintve könnyeke ennyire hajlik, képes és körbe tudjuk forgatni, ugyanezt a másik oldalt is tudja, lábát tekintve lába előre ennyire megy, térdét tekintve, hát épp hogy csak hajlik, de legalább hajlik, és hátrafele pedig ennyire megy, szóval attól függetlenül nem is olyan rosszul mozgatható, és az átalakítás miatt a lábát képes is előre fölhatja, torzóját meg hát egyértelműen nem tudja mozgatni, plusz ugye, ahogy az előbb mutattam, szárnyait is képes és hajlgatja. Nos, miután ezt megnéztük, így, né, kiegészítők, ugye szép kis színes fegyverkép, teljesen jó, hogy az ember úgy szereli fel, ahogy neki tetszik. Nézzük meg a leírását, erre kíváncsi vagyok. Szóval mutatja, hogy mi hogyan van, és lássuk csak, mutatja, hogy az egyikből hogyan lehet átmenni a másikba, A-ból B-be, és ahogy látszik, csak két fegyverrel demonstrálja, akárhogy is van, de ettől függetlenül nem bonyolítja túl a dolgokat. Igen, igen. És ezeket megtekintve kezdjük is meg az átalakítást, mely szerintem azért talán nem fog a figura végét jelent végével járni. Kicsit hátrébb húzom a képből, hogy jobban látszódjon a mélyensége. És kezdjük. Első lépésnek megfogjuk, és az egész pilóta fülkét kiemeljük innen. Így. Né? Na, be akar rögtön? Ezt kihajtjuk. És a pilóta fülke. Ah, meg is van. Kihajlik. Ígyni. Fölhajtjuk. Kattanásig, kattanásig. Ígyni. Kinyújtjuk. Kattanásig, húha, kétszer kattant már, és egyszer se törött el. Zseniális. Ezt követően ezt az egész részt innen kiemeljük, és visszahajtjuk a szárnyat. Jó nagy lesz. Így, né? Lássuk csak, lábaknál pedig, hogy látom,
ezt a két részt fogjuk beakasztani ide lentre, egyik lábnál, másik lábnál, és a lábaknál pedig ezt a két kis eszepöcköt eszelukba, és visszaverze a másik oldalt is. Megismételjük, így. Szerintem egyszerűbb, hogyha előtte miért betesszük ide, így, ne, összenyomjuk, szép finoman. Ne felejtsük el, hogyha túlszoros valamilyen csatlakozás, használjunk egy Lego szétszerűt arra, hogy ezeket szétválasztjuk, így, ne, visszahajtjuk, rányomjuk ezt a részeket, így, ne, fölhajtjuk az egyik, illetve a másik oldalt, lábon ugye fölhajtottuk, és a kezeket pedig kicsit visszahajtva, így, ne, rögzítjük az illusztráció szerint ide, a kezen lévő, vagy a szárnyon lévő kis lukba, így, né, egyszer, illetve kétszer meg is vagyunk a maga mienségében. Annyit tehetünk esetleg, hogy így megforgatjuk, és így tesszük bele. Nem, nem segít, jó, nem mondtam semmit. Ha, próbálgatom a figurát, próbálgatom még, hát ugye első átalakítás, egy kicsikét beleférnek a próbálkozások, de íme itt van átalakítva a teljes mienségében. Mindig a dobozon nézem a nevét, Warcraft. Igen. És, hogy őszinte legyek, egyáltalán nem rossz. Tehát, ahogy már mondtam, volt sokkal rosszabb figurával dolgom, és ha azt mondom, hogy rosszabb, az valóban rosszabbat jelent, és ez a figura egyáltalán nem egy rossz a maga tekintetét tekintve, teljesen jó. Azt nézem, hogy. Itt a leírás szerint a kézfejnek elvileg fordítva kéne benne lennie. Tehát valamilyen szinten eltaláltam, hogy így, áhá! Egy fangyányival könnyebben nyomja a kezet. Így. Ne? Ilyen kis műansznyi részleteken, az ilyen apróságokon akad fel az ember mindig az ilyen átalakítások során, sose a nagyobb dolgokon. Így. Ne? És ha ez megvan, látjátok, hogy lehetővé teszi, hogy a fegyvereket ráhelyezzük, és csak azért, hogy az embereket egy hangyányit bosszantsam, két ellenkező színű fegyvert teszek rá, csak hogy lássuk, hogy egyikkel, másikkal milyen, így, né? De ha letakarom így, akkor látszik, hogy a kékkel milyen, a sárgával milyen, szerintem maradjuk a kéknél, így, né? Meg is van, és nézzük, hogy a kihajtható kis landoló talpát lehajtva, egyik oldal van csak, egyik oldal van csak, tegyük le a helyére, így, né? És nézzük meg Warcraft teljes méreteit, kedvenc LEGO Technic és LEGO Ember King társaságában. És ahogy látható, azért egy nagy fiúval van dolgunk, egy jó nagy figura a maga mienségét tekintve, és azt kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem rossz, egyáltalán nem rossz. Félretéve kedvenc mérőemberkénket, még egy pillanat elejéig, ide befektetjük mellé hőstuánkat, hogy láthassuk, hogy hozzá képest is kb. Mekkora, így, né, mert igazából annyira nem jól arányos, így jobban látszik, így, né, itt az eleje, tehát látszik, hogy kb. Egy hosszúsággal bír, de hogy ez egy hosszúság mekkora is, azt mindjárt megállapítjuk mérőmanóval, mégpedig nem az, hogy hosszúságát tekintve Warcraft 24 centiméteres, így jobban látszik, szélességét tekintve szárnytól szárnyig, 18,5, magasságát tekintve pedig, hoppá, elgurult mérőmanó, magasságát tekintve pedig lássuk csak, 7 centiméter SS. Igen, igen, szóval egyáltalán nem rossz figura, egyáltalán nem rossz. És ugye a korábban méltánynak hozott kis Red Baront is, nézzük, megállítjuk, írni, és át alakítjuk a méltányok véget, és látható, hogy tényleg egy jóval nagyobb kis röpcsivel van dolgunk, mint sem a fölnagyított Legend Class, azaz Nagy Háború Deluxe Class. Szóval igen, mit nem mondjak, Warcraft teljes mértékben meglepett, sokkal-sokkal rosszabbra számítottam, hogy szétessék, recsegni, ropogni fog, de nem. Teljesen jól tartja magát, és szó szerint tartja magát, teljesen klassz. Őszintén szólva, hogyha én apró gyermeki fejjel egy hivatalos Transformer helyett
őt kaptam volna, egyáltalán nem bosszantott volna. Értelemszerűen alulról itt van a teljes robot, de ezt azt hiszem egy átlagos Jetformernél teljes mértékben elfogadhatjuk, lévén ez már szinte egy norma, tehát így, igen. Szóval nem egy meglepő dolog, de mit nem mondjak, szerintem egy egész klassz figurával van dolgunk, szóval még egyszer a képernyőbe hozva csomagolását. Conversion Super Warcraft Original Style Two Forms Senyuan Toys. Igen, hát igen, tetszett, tetszett, mit nem mondjak, tetszett, jó figura. Aki szereti a kamu figurákat, mint sem én, illetve akar magának egy valami figurát, amit átalakíthat kedvére, akkor mindenképpen ajánlom, vagy ha csak egy olyat akar, amit nem sajnál, hogyha valaki széttör, megrongál. Szóval, és tettel, és egyebekkel, köszönöm, hogy megnézted a videómat. Amennyiben tetszett, kérlek, hagyj egy lájkot, amennyiben megjegyzésed van, itt teheted meg, és amennyiben ilyen, április hónapja alatt kamufigurákkal, de általában hivatalos transformerekkel foglalkozó videókra vagy kíváncsi, akkor itt iratkozhatsz föl. Még egyszer köszönöm, hogy megnézted a videómat, és a továbbiakban is a legjobbakat. Sziasztok!